Hát az a különleges helyzet alakult ebbe az évbe ki, hogy templomunk védőszentjének, Szent Jakab apostolnak az ünnepe pont vasárnapra esik, és ezért az egyházközségünk úgy döntött, hogy ennek a templomnak a búcsúnapját, ezt a Szent Jakab napot ünnepeljük meg. Ezen a napon lesz az egyházközségnek az ünnepélyes búcsúja, a bérmálás, és egy újdonság lett az idei évben, hogy a Szent Jakab útját is, Zarándok utat, amely innen Budapesttől Szlovénia irányába megy, ezt az utat is a mai szentmisében áldjuk meg, a mai ünnep alkalmából. És erre kértük meg Márfi Gyula érsekatyát, hogy jöjjön el, és ezt az ünnepi szentmisét pontifikálja mi számunkra, a bérmálkozóknak a bérmálás szentségét szíveskedjék kiszolgáltatni, és a Szent Jakab utat pedig áldja meg. Nappal is egy új szakaszsal bővül ez a nemzetközi Zarándok út, amelyet nagyon sokan bejárnak Európában, azt hiszem a leghíresebb, a idősebb Szent Jakabról elnevezett Santiago de Compostela-i búcsújáróhely, ahova Magyarországról is rengetegen elzarándokolnak. Péter, Jakab és János, ők ugye többször külön szerepelnek az evangéliumban is, ahogy tetszett említeni, a Táborhegyen Jézus színeváltozásakor, Jairus házába is, amikor Jairus leányát Jézus föltámasztja, csak ezt a három apostolt viszi be, és ők vannak ott Jézus mellett az olajfák hegyén is, amikor a Jézus külön vonul, és elkezd vérrel verejtékezni. Az már egy másik dolog, hogy aztán el is alusznak ott, ugye, Péterrel meg Jánossal együtt, tehát látszik, hogy ekkor még ők is gyengék, és még nem szentek. Poeta nascitur, orator fit, ez egy latin mondás, költőnek születni kell, szónokká pedig lesz valaki. Hát szentnek nem születik senki, hanem szenté lesz, ha felhasználja Isten kegyelmét, hát Jakab szenté lett.